Egy bajnok esélyes és egy kiesés elől menekülő csapat találkozik a Merkantil Bank Liga 28. fordulójában Debrecenben. A második helyen álló DVSC vendége a 14. helyezett kaposvári Rákóczi. Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket a Nagyerdei stadionból. A Loki és a Kaposvár között 23 pont a különbség a bajnoki tabellán, és hát minden mutatóban jócskán felülmúlja aktuális ellenfelét a Debrecen. Ráadásul, ha hozzáteszük, hogy a két csapat őszi találkozóján idegenben is egészen simán 3-1-re nyert a DVSC, akkor mondhatnánk azt, hogy a papírforma a hazaiak mellett szól. A helyzet viszont az, hogy a pillanatnyi formát tekintve érdemes óvatosabban fogalmazni. A Loki a múlt fordulóban az akkor 10. helyen álló Ajka otthonában kikapott, és mivel előtte a Vasas is győzni tudott Debrecenben, 23 forduló után elvesztette listavezető pozícióját. Legutóbb az 5. fordulóban állt úgy az NB2-es tabella, hogy nem a DVSC volt az első pozícióban. Na de nézzük a mostani összeállításokat. A kaposvári Rákóczi tulajdonképpen ugyanazzal a kezdőcsapattal áll ki, melyben az elmúlt fordulóban. Annyi a különbség, hogy a múlt fordulóban kiállított és egyébként meg is sérülő Szarka Ákos helyén Nemanja Andrić játszik majd, aki ugye szintén egy NB1-es múlttal bíró futballista, legutóbb Balmazújvárosban legalábbis itt a közelben futballozott, még az élvonalban. Rajta kívül egyébként ugyanazt a kezdőt küldi a pályára Várhidi Péter, mint az elmúlt fordulóban, amikor is a Budaörsel 1-1-es döntetlen tudott játszani a Kaposvár. A Debrecent illetően viszont jó néhány változás van a kezdőcsapatban. Kezdjük rögtön azzal, hogy a kapuban nem Gróf áll, hanem Tomasz Kosicki ezúttal, és hát hiányzik a csapatból Bódi Ádám és Zsuzsák Balázs is, kikerült a kezdőből Haris is. Egészen pontosan 6 helyen változtatott Toldi Gábor és Huszti Szabolcs az elmúlt fordulóhoz képest, amikor ugye kikapott Ajkán az együttes. Így aztán Bárány Donát most kezd majd a csatásorban, Pintér Ádám is bekerült, Kusnyir Erik is, Varga József és Szécsi Márk is, és ami érdekes, hogy Balbek nem lévén, mert hogy Ferencit eltiltották ugye az elmúlt fordulóbeli kiállítása miatt, és Korhut még nem épült fel, Kusnyir fog majd a védelem bal oldalán játszani, a jobboldali védő pedig Bévárdi Zsombor lesz legalábbis az előzetes ígéretek szerint, úgyhogy már csak emiatt is kíváncsian várom ezt a mai mérkőzést, hogy hogyan fog tudni majd ebben az összeállításban játszani a DVSC. Ilyen szempontból az előjelek nem túl biztatóak. Egyébként a kimaradókat illetően Zsuzsákról azt lehet tudni, hogy van egy kisebb húzódása, ő a kispadra leült, de a kezdőbe nem tudott beférni emiatt, és Pór Patrikkal is ugyanaz a helyzet, hogy kisebb sérülés miatt kimaradt, de leült a kispadra. És akit említettem, ugye Bódi Ádám viszont nem is ül a kispadon sem, ahogy Korhut sem és az eltiltott Ferenci sem. Egyébként a vendég kaposváriaknál Szarka Ákoson kívül egy másik kulcsember, a kapus Pogacsics is hiányzik, ő éppen betegség miatt. Úgyhogy vannak fontos hiányzói Várhidi Péternek is, és hát a Lokinak is. Ebben a pillanatban jönnek egyébként a főszereplők, és hát azt el lehet mondani, hogy a tavaszi rajt az nagyon nem sikerült jól a Lokinak. 6 forduló alatt, 2 győzelem mellett 4 vereség a mérleg, azaz mindössze 6 pontot sikerült begyűjteni a megszerezhető 18-ból. Mondjuk a Kaposvár sincs bombaformában, ők tavasszal 1 győzelem, 3 döntetlen, 2 vereséggel állnak. Ugyanúgy 6 pontot szereztek, mint a DVSC, csak hát a célok teljesen másak. Hozzáteszem, pont azért is lehet ez egy nehéz meccs majd a debreceniek számára, mert a Kaposvár nagyon közel sodródott a kieső zónához, mindössze 4 pontra vannak a most legjobb kieső helyen álló Csákvártól, így egészen biztos vagyok benne, hogy a vendégcsapat nagyon motivált lesz. Sőt, mivel a Debrecen mostanság egyáltalán nem tűnik legyőzhetetlennek, addig, ha nem megpróbálják ők is megráncigálni a sebzett oroszlán bajszát, aztán majd meglátjuk, hogy az az oroszlán mennyire van harapós kedvében ma. Várhidi Péter egyébként nagyon szimpatikusan nyilatkozott a mérkőzést megelőzően, hogy a vendégek mestere elmondta, hogy ő egyébként a DVSC-nek szurkol és általában is nagyon szimpatizál a Loki játékával, már csak azért is, mert 3 korábbi válogatott játékosa is itt futballozik, illetve itt van Debrecenben, ugye most már csak Zsuzsák futballozik, Tőzsér Dániel és Huszti Szabolcs viszont ugyanúgy volt játékosa az akkori szövetségkapitányként dolgozó Várhidi Péternek, így hát személyes kötődése is van a Debrecenhez. Tiszta pirosban látjuk majd a hazai DVSC-t, fehérben pedig némi zöld díszítéssel a vendég Kaposvárt, és hát ebben a pillanatban Ducsai József játékvezető sípszavára várunk, hogy megadja a jelet a kezdésre.
Elrajtolt tehát a 28. forduló ezzel a mérkőzéssel, hiszen a Loki meccsét rendezik legkorábban ebben a fordulóban. És hát azért több helyen, több hírportálon is megírták, hogy vannak érdekességei ennek a mai találkozónak. Ugye az még egészen friss nyom, emlék a debreceni szurkolók fejében, hogy a Kaposvár elleni meccsek rosszul sikerültek, és emiatt is esett ki az NB1-ből a DVSC. A Kaposvár 14 pontot gyűjtött mindössze élvonalbeli csapatként, annak a felét viszont a Lokitól vette el, és azok a pontok nagyon hiányoztak az NB1-es végelszámolásnál. Na de ha csak az NB2-es közelmúltba tekintünk vissza, akkor ugye azt már említettem, hogy 3-1-re győzni tudott az őszi összecsapáson a DVSC idegenben is a Kaposvár ellen. És hát az nem is kérdés, hogy valóban minden egyes mutató is annak ellenére, hogy a pillanatnyi forma egy picit ellene szól, most a Debrecen abszolút favorítja ennek a meccsnek, ezt Várhidi Péter is elmondta, hogy rajtuk tulajdonképpen nincs teher, hiszen az egyértelmű esélyese ennek a párhasznak a DVSC, és az X-el is kiegyeznének már, azzal együtt, hogy természetesen győzelmi szándékkal küldi pályára a csapatát. Hát meglátjuk, hogy mennyire tud majd ellenállni ez a Kaposvár a Debrecennek, és mennyire tudja megnehezíteni a Loki helyzetét. Most minden esetre Sós készülődhet egy szabadrúgáshoz, Bárány ellen szabálytalankodtak, és rögtön itt a meccs elején, a második percben lehet ebből egy veszélyes beívelés. Sem Dzsuzsák, sem Bódi nincs a pályán, így aztán Sós Bencére marad a rögzített játékhelyzetek elvégzése. Nem is jön az rosszul, Varga fejjel rögtön. Az első veszélyesebb lehetőség rögtön a meccs elején. Jól kanyarított középre Sós. Vargának talán picit magas volt, ezért nem tudott kellőképpen rábólintani. Minden esetre nem kellett sokat várni az első helyzetre és a kapu felé tartó lövésre, ez esetben fejesre. Szarka Ákos nagyon hiányozhat majd a kaposvári együttesből, miközben megint egy olyan hiba, amire rögtön bevillant szerintem a Loki szurkolók felének az elmúlt heti meccs, az Ajka elleni, vagyis hát az még ezen a héten volt egészen pontosan, ugye a hétközi fordulón, amikor egy eladott labda után rögtön a meccserei vezetést szerzett az Ajka, itt pedig egy hiba Kusnyírtól. Az ő szerepeltetése olyan szempontból is érdekes, hogy ugye egyrészt jobblábasként játszik baloldali védőt, de hát mondom, elfogyott a keretből a balbek. Másrészt hosszú sérülés után tért vissza Kusnyír Erik, és igazából egy NB3-as meccs van a lábában. A Kislokiban ehhez képest került be a kezdőbe most. Meglátjuk, hogy mennyit tud segíteni majd a csapatnak. Éppen Kusnyírnál a labda, ő pedig Bévárdihoz fordít. Bévárdi szintén kényszer jobbek. Azt neki sem az igazi posztja a jobboldali védőszerepkör. Csak hát ugye jobboldali védőben sem állt jól a Debrecen. Már az ősszel sem. Tavasszal meg pláne kényszerből Pór Patrik is játszott már jobboldali védőt. Hogy vannak itt gondok a keretet illetően. Bényei Ágoston a labdával. Bényei Balázs például pont egy jobboldali védő, akit kölcsön adott a Deacnak a DVSC. Kusnyér szép cselekkel, és jó a továbbítás. Sós mehet a bal oldalon, élesen középre, és nem sikerül megelőzni a kapust Báránynak, pedig arra törekedett, hogy valahogy még hozzáérjen a labdához, mielőtt az odaér Bánkihoz, szép csel Varga mellett, Kusnyír érkezik meg, és tolja odébb a labdát, de éppen Kaposvár játékoshoz megy. Ezzel viszont megindulhatnak a vendégek, ha Hadaró utolérni a labdát, de nem sikerül neki. Így aztán jöhet a Loki. Wachtler, Dvorsák, Úr és Hadaró a védő négyes a Kaposvárnál. Ebben a kvartetben bízik egyébként már fordulók óta Várhidi Péter, csak ha muszáj, akkor változtatott a védelem összetételén. Ahogy azért az is eléggé állandó, hogy Gál Mátyás és Zsirai játszanak a szűrő pozícióban a középpályán. Egyébként a taktikai hadrendet illetően ugyanazt próbálja mind a két edző, ugyanazt a 4-2-3-1-es felállást erőltetni. És hát ugye, ami megint érdekes, hogy Gál Mátyás
egy debreceni nevelésű futballista. 55-ös számmal játszik tehát a kaposvári együttesben. Szécsi közben a jobb oldalon a labdával, és ezzel meg lehet indulni. Jó ütemben teszi vissza, Pintér még. Visszafelé kell fordulni a labdával, ő ugye ballábas. Laposan tenné Báránynak. Elrúgják előle. Ez pedig Pávkovics csúsztatja arrébb. Varga. Bényei. Bényei Ágostonnak is hetek óta sérüléssel kellett küzdködni. Most ez gyönyörűen megoldja. Úgy tért vissza, és egy picit látszott is a játékán a kihagyás az elmúlt fordulóban az Ajka elleni mérkőzésen. De egy nagyon tehetséges fiatalemberről beszélünk, utánpótlás válogatott játékos. Hogyha valakivel szemben, vele szemben azért türelmesnek kell lenni, hogyha van is egy-egy gyengébb mérkőzése, én azt gondolom. Újabb szabadrúgás jöhet közben, ez már a 6., sőt 7. perc lesz, mire Sós elvégzi. És hát ahogy hozzááll, vagy mögé áll a labda mögé Sós, akár azt is el tudom képzelni, hogy megpróbálja kapura lőni. Na nézzük, Sós tehát valóban kapura lövés, de hát ez nagyon veszélytelen, jócskán elkerülte a kaput. Így, hogy két komoly hiányzója is van, és kulcsemberek hiányoznak a Kaposvárból, azért még inkább csökkentek az esélyek, ezt legalábbis így harangozta be a kaposvári Rákóczi honlapja. Szarka Ákos szándékos taposásért 3 meccses eltiltást hagyott, de hát lesz abból 6-7 is, azt mondták, mert hogy a bokája is kifordult közben. Addig nem fog tudni rendelkezésére állni a csapatnak, már pedig ő valóban kulcsember. Bényei hibázik közben, és egy szabálytalansággal próbált kompenzálni, de a labdát megtartja a Kaposvár. Wachter. Ő kapja vissza, és mutatják neki, hogy inkább hátrafelé, a védelem felé játsza meg Dvorsák, majd Úr a labda útja. A felpassz pedig Andrichhoz. Andrich a bal oldalra, eddig szép támadás a kaposváriaktól, sőt van érkező is, és van fejes is, Kosicki fogja. Kusnyér bizony most lemaradt, és ennél fogva Balázs kapura tudott fejelni, még ha nem is jutott már erő a végére a fejesbe. Balázs Zsolt veszélyeztetett tehát. Van egy másik régi ismerős egyébként a kaposvári együttesben, méghozzá Farkas Balázs, ki annak idején futballozott a Debrecenben. Ő 7-es számmal játszik a vendégeknél. Kusnyér közben megint a bal oldalon kombinál a Debrecen, és ezzel Bárány el is mehet. Szabálytalanság mutatja a játékvezető. Bényei jó ütemben lépett közbe, és labdát szerez a Debrecen, Szécsi. Gál mellett egy az egyben, most zárkózik Bévárdi, jön a beadás, Szécsi érkezne, Zsirai fejelte ki, és ez így a kaposvári Andrich pattintotta rá ellenfelére a labdát. Így aztán dobhat a Kaposvár. Eddig egyébként 30 bajnoki mérkőzést vívott egymás ellen a két együttes, ami jelenleg egyértelmű loki fölényt mutat, hiszen a Debrecen eddig 19 alkalommal nyert. A Kaposvár mindössze 4-szer tudta megverni a lokit, de mondom, éppen abban az emlékezetes NB1-es szezonban sikerült 2-szer is. És ugye 7 döntetlen volt eddig a közös történelem során. Kusnyér. Vissza Pávkovicshoz. Szécsi. Kicsit felpattant előtte, de még így is pontosan tudta visszatenni. Pávkovics megint egy felpasszal. Bárány. Elég szűk embényeinek. Elviszi a Kaposvár, és ezzel megpróbálnak megindulni a vendégek. Sőt, ott a lehetőség, rögtön zicsel a meccs elején. Még egy csel, kinyik. Ezt most elrontotta Andrich, az elképzelés nem volt rossz, hogy még ott bedob egy csel, de akár ezt rögtön kapura is lőhette volna. Komoly hibák megint a meccs elején a debrecenieknél. És két alkalommal is hajszálom múlt, hogy ne legyen ennek komolyabb következménye, de nézzük most közben Pintért, még mindig jó.
meg tudja tartani. Sóshoz jut a labda, aztán Sós torná le az alapvonal felé, jön a beadás, a kapusról kipattan, Szécsi nem tud hozzáférni, Varga még, ez pedig lejön a blokkról. Pávkovics, Bényei, ez most jó megoldás, Kusnyír. Sós rögtön kanyarítja középre, Bárány mögé jön a beadás, Pintér nem fér hozzá. Farkas okosan, de megint a saját 16-os előterében veszti el a Kaposvár. Szécsi ellen a szabálytalanság, na ez már lehet egy veszélyes szabadrúgás majd. Szécsi próbált kibújni, és ez egyértelmű szabálytalanság. Most jól jönne azért egy Bódi Ádám, vagy egy Dzsuzsák Balázs is a Debrecennek nyilván. De van ott egy Sós is, ahogy nézem, egy Bévárdi. Végül ő fogja ellőni várhatóan jobb lábbal. Ez 17-18 méter mindössze, ideális jobb lábas szög. Komoly gólszerzési lehetőség, akár ezt is ki lehet jelenteni a debreceniek előtt. A 12. percben tehát debreceni szabadrúgás. Bévárdi Zsombor a labda mögött, a kapuban pedig Bánki Márton. Na nézzük. Bévárdi bele a sorfalba, a lepattanót pedig Gál rögtön elrúgja onnan. Kusnyír gyűjti be. Ebben több volt. Pávkovics. Bényei. Kinyik. Bárány felé az ívelés, Bárány áll be és fedezi a labdát, aztán éles szögből is megpróbálja, szöglet. Ezt is Bévárdi fogja elvégezni, és bemutat egy figurát futtában, ahogy kikocogott a szöglethez, most is mutatja többieknek. Na nézzük, kíváncsian várom, hogy mi lesz ebből. A 13. percben tehát debreceni szöglet. Bévárdi. Varga felé jött volna a hosszúra, de megoldották végül a vendégek. Farkas gyűjti be. Visszafelé passzol inkább, és kéri el megint. Farkas Balázs. Kis passz fölfelé, ez is jó még, Farkas szépen hozza ki a Kaposvár, sőt még ez is jó, és az indítás is talán, de így nem, mert hogy lesz. Balázs Zsolt volt már lesen, mikor megkapta a labdát, tehát nem Andrics, akit szeretett volna kiugratni. A Debrecen jöhet szabadrúgással. Pintér. Visszakerül Kinyikhez. Pávkovics. Kusnyír. Bárány megint a felpasszal, rengetegszer keresik őt a társak egyelőre. Bényei kiugratása nem jó. Gáltól viszont visszaszerzi Sós azonnyomban. Bényei. Bényei még megpróbálja ballal beívelni, lecsúszott egy picit a lábáról. De visszatámad a Debrecen azon nyomban, egy picit Wachtler kerül bajba ott, aztán Farkasról megy ki végül, megszerzi a Loki a labdát, és dobhat a hazai együttes. Kusnyír Sóshoz. Sós a beadásba belelépnek, jöhet egy újabb szöglet. És ha már arra jár Sós, akkor ott is marad, hogy elvégezze. A 15. percben Sós szöglete jöhet tehát rövidre, és a játékvezető középen már kiszúrt valamit szabadrúgás kifelé. A debreceniek valamelyik játékosa követett el csínyt. A Lokira ugye egy fontos kupa mérkőzés vár szerdán.
fél hatkor negyed döntőt játszik majd az MTK ellen a MOL Magyar Kupában a DVSC. A legjobb négy közé kerülés már a tét. És hát nagy kérdés, hogy így alakultak a bajnoki eredmények, vajon milyen hangsúlyt fektet majd a debreceni szakmai stáb a kupa mérkőzésre innentől kezdve. Erről egyébként Váridi Péter is beszélt a beharangozó interjúban, hogy ő is kíváncsian várja, hogy hová helyezik a hangsúlyt majd a debreceniek, miközben Pintér vitte túlzásba a cseleket. Könnyen lehet, hogy komoly rotáció lesz majd a szerdai kupa meccset megelőzően. Bárhogyha ennyi sérült és hiányzó van a DVSC-nél, akkor olyan nagyon nem lehet rotálni sem, de hát azt majd meglátjuk. Vissza ehhez a meccshez, Bivárdi a felpasszal, ez nagyon pontatlan. Gál Mátyás szerzi meg. Andrić. Hadaró. Andriccsal. Kis területen is megtartják egészen addig, amíg Varga el nem veszi a labdát. Előny szabály, mert ott maradt a Lokinál, hiába szabálytalankodtak Varga Józsival szemben. Pintér nem tud kinek passzolni, Bárány kapunak háttal egyelőre. Szécsi. Bényei. Kusnyír üres, meg is kapja, Kusnyír megigazítja, nem lövi el, hanem Sóst játsza meg. Jön az újabb beadás Sóstól, és Bárány lökött egyet, de így se fért hozzá a labdához. Így aztán szabadrúgás kifelé. Nem rossz az iram egyelőre, de olyan nagyon komoly, mondjuk letámadást és pressinget, meg nyomást nem érzékelni a Debrecen részéről. Rögtön a mérkőzés elején megpróbálná zavarba hozni az ellenfelet. Sőt, most egy kaposvári támadás, Kusnyír helyezkedik rosszul, így aztán eljut Bidziliához a labda, Bidzilia teszi középre, túl mély a beadás. Bedobás lesz belőle. Nem tudom, Bidzilia az egyik új érkezője egyébként a Kaposvárnak. Volt némi jövésmenés a téli szünetben. Ahogy a kapus Bánki is akkor érkezett, valamint Dvorsák és Farkas Balázs és Zsirai. Ők ugye itt vannak mind a kezdőben, tehát Váridi Péternek gyakorlatilag 4-5 új embert be kellett építenie a kezdőcsapatba. Kosicki a labdával. Pávkovics. Pávkovics hozza, amíg hozhatja. Most jön a passz Sóshoz. Jó a kényszerítő, és Sós el tud menni? Így nem. Wachtler nem hagyta, pedig jócskán lefutotta ellenfelé Sós Bence. Wachtler érezte, hogy ebből baj is lehet, és még időben szabálytalankodott, mielőtt a 16-os környékére ért volna Sós. Aztán meg is beszéli a játékvezetővel, azt gondolom, hogy ez volt az utolsó eset, amit megúszott lap nélkül Wachtler Csaba. Így is megköszönheti a játékvezetőnek, rögtön lehetett volna ezért sárgát adni. Így viszont újabb debreceni szabadrúgás jöhet, ebből jócskán volt már itt az első negyed órában, sőt lassan 20 percben. Sós újabb beívelése jöhet. Ott az érkező, és Varga fejesét védi Bánki. Ezt most megnézzük. Azért ez már helyzet volt a javából. Jó helyre ment az a beívelés, csak megint nem tudta már igazából erőből megfejelni Varga. Így aztán nem okozott ez gondot összességében Bánkinak. Minden esetre most már azért jóval több helyzet a debreceniek előtt. Ugye egy-két alkalommal tudott úgy elszaladni a Kaposvár, hogy abból veszélyhelyzetet teremtett a DVSC kapuja előtt. Azért mindennel együtt jókor a mezőnyfölényben egyelőre a Debrecen. Wachtler engedi ki. Gál kéri el tőle, Wachtler. Túloldal üres, mondják is Zsirainak, hogy forgassa át. Hadaró indulhat el a bal oldalon.
és aztán ívelné középre, Kinyik helyezkedett remekül, ezzel pedig már Bévárd indulhat. Szécsi meg is fordul rögtön a labdával, Gálieri utól, és veszi el tőle teljesen szabályosan. Bizilia, jön a kiugratás Andrics felé, Andrics lerázza magáról a védőt, Andrics tenné középre, túl önzetlen volt. Mindenképpen Balázs Zsoltot akarta megjátszani, akár kapura is lőhette volna érzésem szerint. Várhidi Péter is bosszankodott itt a kispad előterében. Ezekben a megindulásokban minden esetre, ezekben a kontrákban van veszély, az látszik. És Bévárdi kirúgja a labdát, mert hogy Andrics lenn marad. Az is lehet, hogy a nagy vágtában meghúzódott, és már csak ezért sem vállalta el a kapura lövést. Kér ápolást? Nem, rögtön cserét kér Nemanja Andrics. Ezt mutatta legalábbis a kispad felé. Igen. Egyértelműen jelzi Várhidi Péternek is, hogy ennek itt vége, ennek a mai meccsnek. Hát vannak gondjai a Kaposvárnak is, hogy a támadó szellemű játékosok esnek ki egymás után. Szarka után, tehát úgy néz ki, hogy Andristól is el kell búcsúznia. Lehet, hogy több fordulóra Várhidi Péternek. Bartos Julián készülődik, ő fog beállni majd Andrics helyére. 23-assal. Nézzük addig Sóst. Andrics minden esetre a pályán marad. Sprintelni már nem fog, de oda kocog, amerre a labda van. Egy picit zavarni, Kinyik hozza fel közben. Bárány veszi át. Bárány lő mellé. Méghozzá Jócskán mellé. Beérték Bárányt, mire ellőtte volna, és azért nem tudott pontosan célozni. És jön a csere, az a kérdés. Igen, rögtön jelzi az asszisztens. Érkezik tehát Bartos Julián, aki szintén újonnan igazolt, télen érkezett játékos. Sőt, kettőt is cserél rögtön Várhidi Péter, mert hogy Nagy Tamás is be fog állni. Lehet, hogy másik sérült is van. És ki lesz a másik lecserélt játékos, ez most érdekes. Emellett a 21-es számú 21-essel úr. Szintén Sántikával jön lefelé. A csapatkapitányát is elveszti tehát a Kaposvár. Hát ezek nem jó előjelek. Andrics is és úr is alapembere Várhidi Péternek. Szarka Ákos és Pogacsics mellé akkor... Ők is felsorakoznak a sérültek listájára. A védelemben tehát Nagy Tamás, a támadósorban Bartos Julián az új ember a kaposváriaknál. Bartos egyébként egy 24 éves, elsősorban szélen bevethető támadójátékos. Ungvári születésű. És ami érdekesség, hogy a német Kaiserslautern és az angol Ipswich utánpótlás csapatainál is pallérozódott. Farkas, pontatlan, Kusnyi szerzi meg, Pávkovics, Kosicki. Kinyik. Varga kéri el, aztán rakja vissza Kinyiknek rögtön. Megint jön a felpassz Szécsi oldalra. Pintér kombinálna Bévárdival, Varga megint, Kinyik, jön az oldalváltás, Kusnyír. Szép kényszerítő, Kusnyír lövőhelyzet, inkább passzol, nem jut el Bárányhoz. Ezt már el lehetett volna lőni, Farkas. Igyekszik megtartani egyelőre vényei mellett, Farkas Balázs még. Zsirai, a túloldal üres, Bévárdinak kell figyelni. Bizilia maradt le. Vagy kapott pontatlan indítást. Nézőpont kérdése, Varga. Sós üres a bal oldalon, észre is veszi Varga, és pontosan oda is íveli. Szécsi megy előtte, Sós befelé inkább. Aztán rossz a passz, megint Bárány mögé.
Egyelőre sok az ilyen pontatlanság, ami abból adódik, hogy nem igazán értik meg egymás mozgását, vagy érzik egymás mozgását a debreceniek. Hát ugye Bárány is még nemrégiben tért vissza a sérüléséből. Neki is kell még egy kis idő, míg belelendül. 13 gólja van már, és ott van a gólövő lista elején, 3 góllal van lemaradva a lista vezető Nagy Krisztiántól. Akár a gólkirályi címre is pályázhat Bárány, ha újra úgy belelendül, ahogy ősszel termelte a gólokat. Hadaró. Bicilia szépen fordul, lassan lövőhelyzet, még egy csel, kinyikről pattan le. Kap egy szabadrúgást, most a Kaposvár hasonló szögből és hasonló távolságból, mint ahonnan a Debrecen végezhette el. Ugye nemrégiben Bévárdi révén szabadrúgását. Kérdés, hogy a Kaposvár esetleg eredményesebb tud-e lenni majd. Farkas Balázs már a kezébe veszi minden esetre a labdát, úgy látom. Alig, ha nem ő fogja elvégezni. ...32 éves már Farkas, egyébként nyíregyházi nevelésű játékos. De arról emlékezetes az ő pályafutása, hogy már 18 évesen leigazolta a Dinamo Kijev, bár sokat nem maradt Ukrajnában. Na nézzük a szabadrúgást, ez is fölé megy. Volt annak azért híja jócskán. Igen. Minimum fél, de inkább egy méterrel ment a kapu fölé. Pávkovics. Pényei. Veszélyes passz, de végül eljut Kusnyírhoz, illetve Sóson keresztül végül Kusnyírhoz, Bárány. Remek becsúszás Dvorságtól, és nagyon kellett, mert hogy jobb oldalon már indult volna Bévárdi. Őt szerette volna megjátszani Bárány Donát. Varga Szécsivel. Előnyszabály ismételten. Varga. Pontatlan indítás ez is. Fordulhat a Kaposvár. Bartos. Sósa a nagy csatában, tovább piszkálja valahogy, de végül csak elveszi tőle Sós. Kusnyír gyűjteti be. De túl vagyunk az első félidő felén. 0-0 egyelőre a mérkőzés állása. Bényei. Kinyik. Bévárdi. Varga, megint kinyik. Ez most jó indítás Báránynak, csak egy kicsit hosszabb a kelleténél. Nagy Tamás helyezkedett remekül és meg is oldja, sőt Bárány volt szabálytalan. Így aztán szabadrúgással jöhet a Kaposvár. Említettem ugye az aktuális formát a felvezetőben, hogy azért arra túl büszke nem lehet a Debrecen, amit tavasszal produkált egyelőre. Ugye a legutóbbi 5 fordulóban 3 pontot szerzett, ettől csak a Budaörs és a Kazinc Barcika szerzett kevesebbet eddig, ők 2-2 ponttal állnak. A Deac is például már 4-1 gyűjtött az elmúlt 5 fordulóban. És ami érdekes, hogy a teljes őszi idényben mindössze 1 veresége volt a Lokinak, tavasszal pedig már 4-4-nél jár. Nagyon beragadt a rajtnál, a DVSC-re szokták mondani. És ugye pont 2 legnagyobb riválisától kapott ki hazai pályán, a Gyirmódtól és a Vasastól. Ezért is lett ilyen sűrű az eleje, és csúszott le a vezető pozícióról a Debrecen. Pedig 11 fordulón keresztül nemhogy veretlen, 100%-os mérlege volt itthon a Lokinak. Bárány nem fér hozzá, aztán elpattan végül Bánkiról, de csak megkaparintja. Kicsit bizonytalan volt most a vendégek kapusa. Bárány is próbált odapiszkálni neki. Csak begyűjtötte nagy nehezen Bánki Márton. Farkas. Wachtler, labdaszerzés Kusnyírtól, de csak átmenetileg.
Így hát visszatérve a hazai teljesítményre, akár úgy is lehet fogalmazni, hogy két forduló óta nyeretlen a Debrecen hazai pályán. Közben Pávkovics kap szabadrúgást. Bivárdi. Pintér lép vissza, hogy elkérje tőle, Varga is jön segíteni. Nála a labda most, Varga József, az pontatlan. Pintér megint Bárányjal kényszerítőznének, ez sem jó. De most csak arra futja a Kaposvárnak, hogy kivágja a labdát a 16-os előteréből, ismét a DVSC jöhet. Bényei kereszt labdája. Méghozzá pontosan Kusnyír. Varga. Hát azért így az első fél óra alapján azt el lehet mondani, hogy Dzsuzsák és Bódi kreativitása egyelőre hiányzik a DVSC-ből. Eléggé fantáziátlanok ezek a támadások. Hiányzik a váratlan, hiányzik a mélységi indítás. Nagyon kevés az egy-az-egy elleni próbálkozás a debreceniek részéről. Bényei most megpróbálta, de nem a legjobb helyen a félpályánál. És hát ahhoz képest, hogy 14. ez a Kaposvár, elég masszívan védekezik és állja a salat becsülettel. Bárány. Varga. Bényei kéri el tőle, jobb oldal üres. Alá Bök Bényei, az úgy még pontos, Bévárdi futja be. Jön a beadás, Báránynak maga, Sós pedig nem tud rábólintani. Megint körülbelül egy 10 centi híja volt ennek, ha annyival lejjebb jön a labda, akkor alig, ha nem kapura tud fejelni Sós, így csak belefejelt valahogy. Mondjuk egyébként a hazai mérlege továbbra is magasan a legjobb a Debrecennek, 33 pontot gyűjtött eddig 13 meccsen, és hát 35 gólt lőtt hazai pályán, míg csak 11-et kapott. Hát azért az oroszlán barlang jellege megvan a Nagy-Erdei stadionnak. Bárány, nincs egyelőre 36. hazai gól. Jöhet a szöglet. Megint Sós, aki el fogja végezni. Kinyik és Pávkovics is elől, Bényei marad biztosítani. A 33. percben tehát Loki szöglet. Megint nem tud hozzáérni debreceni játékos, Gál vágja ki nagy nehezen, nem jut messzire, Pintér leveszi a 16-os vonala előterében, újabb beívelés, átszáll a túloldalra, Wachtler csúsztatja ki, Sós még begyűjti. Sós vissza Bényeihez, és már rontanak ki a vendégek. Rendeződni kell a Debrecennek, ugye elől maradtak a középső védők, egészen pontosan már csak Pávkovics, hiszen kinyik már a helyén. Bényei kéri el tőle. Bényei. Nem jó a passz. Varga. Az még jó lehet. Varga íveli át Sóshoz. Sós merre veszi. És rosszul lépett. Alá fordult a bokája valószínűleg. Lenni is marad rögtön Sós Bence. Már erről lemaradtunk. Itt az átvétel pillanatában, mintha kifordult volna a bokája, úgy tűnt. És mivel nagyon fájdalmas arccal fetreng a füvön, gyanítom, hogy ebből akár komolyabb sérülés is lehet. Ami aztán megint csak nem könnyíti meg a debreceniek helyzetét. Sóst kell ápolni hosszasan. A kispadon ott van egyébként, ha támadót kell beállítani, a fiatal Kalafat, vagy éppen Tisler Patrik. Ugye Dzsuzsák, amint említettem, kisebb sérüléssel küszködik, nem gondolnám, hogy ő beállhat a hátralévő, hát majd egy óra hosszát végig tudja futballozni húzódással. De akár Barát Péter is bejöhet, és akkor némi átszervezéssel folytatja a Lokina, de egyelőre várjuk meg, hát ha nincs nagy gond Sóssal.
Ugye szabálytalanság nem történt, egyszerűen rosszul lépett. Egyelőre azt nem mutatják a debreceni kispad felé, hogy rögtön csere lenne. Meg kell várni, hogy Sós Bence tudja folytatni, vagy sem. Huszti Szabolcs érdeklődve figyeli a mozgását, de nem túl optimistának tűnik. Ezek szerint lehet, hogy folytatni tudja Sós. Pávkovics a labdával. Kusnyír. Vényei. Kusnyír. Pávkovics megint. Kinyik. Pávkovics. Kusnyír teszi vissza. És úgy tűnik, hogy Sós Bence vissza fog tudni térni. Legalábbis már engedélyt kér a játékvezetőtől, valóban nincs tehát nagy gond. Kellőképpen bemelegedett a bokája ahhoz, hogy elviselje ezt a bicsaklást ezek szerint. Bárány két ember közt venni át, Gál ér oda és sodorja el, és Gál Mátyás kap szabadrúgást. És ami még érdekes egyébként itt megnézve a debreceniek eredmény sorát és statisztikáját, hogy ahhoz képest, hogy magasan a legtöbb gólt szerezte a Loki, 60-at szám szerint az NB2-ben, nem nagyon megy a góllövés tavasszal. Ugye itt kivehetjük a Szeged elleni mérkőzést a sorból, amikor egy ötöst gurított a Debrecen, de azért a Gyirmótnak például nem tudott betalálni. Ajkán egyetlen egy gólt szerzett, a Vasas ellen is csak egyet. Önmagához képest ilyen szempontból is visszafogottabban teljesít a debreceni együttes. Bévárdi szép cselekkel közben, Bényei. Pávkovics picit mögé jön a labda, de megoldja. Kusnyír. Sóssal. Az úgy még Szécsinek jó lehet, Bárányt húzzák vissza, Szécsi a 16-oson belül, a lövés, és mellé megy. Szépen csinálta Szécsi Márk. Nem maradt ereje talán a lövésre már. Visszahúzta a rövidre, ezzel lehet, hogy meg is lepte Bánkit, de azért olyan nagyon nem kellett aggódnia a vendége kapusának. Szépen lassan egyébként az első fél idő hajrájához érkezünk, ez már a 38. perc. Bánki rúgja ki. A csúsztatás eljut Balázs Zsolthoz. Varga állítja meg a kaposváriak akcióját. Azt mondta egyébként Váridi Péter az őszi szezont értékelve, és ugye ez visszavezethető oda is, hogy sokat igazoltak a kaposváriak, hogy az volt a legnagyobb gondja az ősszel, hogy nem nagyon tudott változtatni, szűk volt a kispad, nem voltak NB2-es színvonalú játékosok a cserepadon, ő fogalmazott így. Most már azért bővebb a merítési lehetőség. Bévárdi munkában, kinyikkel, megoldják. Bévárdi még. Kinyik megint. El kell rúgni onnan lassan, mert letámad a Kaposvár, ki is emeli. Kinyik. Bárány viszont nem fér hozzá a labdához. Egyelőre Bárányra nagyon figyelnek a kaposváriak, ez pedig Les. Balázs Zsolt hiába menne a labdáért, miközben azt látjuk, hogy Sós Bence szépen elhagyja a pályát, mégiscsak megsérült. A debreceniek szélsője ezek szerint nem tudja folytatni. Cserére lesz tehát szükség. Szécsi nagyon rossz labdát kap, így viszont ebből még lehet lehetőség. Wachtler hibázott és szabálytalan utána. Egyik oldalon kettő kényszerű csere a sérülések miatt. A másik oldalon is lesz egy. Egyébként a vendégek mester arról is nyilatkozott, hogy a sűrű program eléggé megtépázta a keretet, és ezért is van sok sérültjük.
A debreceni szakmai vezetés pedig nem nyilatkozott ezúttal a meccset megelőzően arra hivatkozva, hogy minden idegszálukkal a felkészülésre szeretnének koncentrálni. Na most jön a csere, Tischler érkezik. A megsérült Sós Bence helyére tehát. Kérdés, hogy a taktikai hadrend ennél fogva átalakul-e két csatáros játékra, 4-4-2-re áll át a Loki minden bizonnyal, legalábbis most ez rajzolódik ki. Pintér jobb oldalon, Szécsi bal oldalon a középpályán, Varga és Bényei pedig középen, és Tischler Báránnyal együtt a támadó kettős pozícióban. A tradicionális 4-4-2, amit azért éveken át, sőt évtizedeken át eredményesen játszott a Debrecen. Kaposvár kap közben szabadrúgást, ez már a 41. perc, az első fél időben továbbra sincs gól. És bár a mezőnyben, fölényben játszik a Debrecen, azt nem lehet mondani, hogy egyértelműen jobb, mint ellenfele. Nagy Tamás a labda mögött. Jöhet tehát a vendégek szabadrúgása. Hát a hosszú oldalra, azt még benne lehet tartani, Hadaró nem fér hozzá. Pintér hozzá gyönyörű cselekkel, Bárány, ő pedig nem tud lefordulni, és jön az első sárga lap, azért amit Bárányjal szemben művelnek a kaposvári védők, ahhoz képest elég későn jön az első sárga lap. Húzzák, vonják, csípik, harapják, ahogy szokták mondani. Dvorsák kapja végül a sárgát. És most ránézve a pályára, 4-2-3-1 rajzolódik-e mégiscsak a debrecenieknél. Bárány visszavonva Tischler mögött. Szécsi és Pintér pedig a két szélen. Kinyik. Bényei. Pintér. Szűken Bényeinek, Farkas Balázs vinni el, Bényei kapaszkodik bele, Farkas így is megtartja. 2-3 jó csel után, jó a továbbítás is. És jön az ívelés, Farkas nem volt lesen, viszont Bévárdi gyorsabb nála. Zsirai látta meg remekül, hogy oda be lehet löbbölni a védők mögé a labdát. A 32 éves Farkas Balázs már nem gyors vonat. Ezzel most a Debrecen lódulhat meg viszont, Szécsi, így nem. Újabb sárga, ezt Zsirai Martin kapja, taktikai falt volt a javából. Úgy érezte Zsirai, hogy muszáj szabálytalankodni, hogy meg ne iramodjon a Debrecen gyorsan. És ezzel összességében végül is hasznára vált a csapatának. Kusnyér. Varga. Varga megint. Vissza Bényeihez. Pávkovics. Kinyik. Bévárdi indul el. Ebbe is belelépnek a kaposváriak még időben. Debreceni dobással futunk neki az utolsó percnek az első félidőben. Kinyík, Bévárdi. Hadaró szabadíthat fel végül. Farkas nem fér hozzá, így viszont Balázshoz eljut a labda. Pávkovics birkozta le. Kaposvári szabadrúgás. Hát amilyen lendületesen indult a mérkőzés, azért így összességében véve az első fél időről nem lehet azt elmondani, hogy olyan nagyon megerőltették volna magukat a csapatok. Szépen lassan visszaesett az iram fokozatosan. Balázs pedig lesen megint.
Sárga lap. Balázs is kap egy sárga lapot. Alig, hanem reklamálásért. Harmadik sárga a kaposváriaknál, és hát Váridi Péter beüvöltött valamit, nem hallottam egészen pontosan, de ez abszolút felesleges sárga lap volt Balázs Zsolt részéről, ki továbbra is beszélget a játékvezetővel. Szépen akkurátusan elmagyarázza neki Ducsai József, hogy ez így működik a fociban, hogyha olyan szavakat vagy kifejezéseket használ, amiket nem illik, akkor bizony jár a sárga lap. Kinyik. Bínyei. Megint Bárányt ugratná ki, ez is hosszú. Bánki szedi össze. Kettő perc a hosszabbítás az első félidő végén. Aztán jöhet a szünet és jöhet a megbeszélés, alig hanem a debrecenieknél, hogy mit kéne másképp csinálni ahhoz, hogy ebből a meccsből ne egy pont legyen, hanem három, mert most már azért egyesével olyan nagyon nem jut előre a Debrecen, tekintve, hogy a Vasas az első. És ott van a nyakán most már a Gyirmót is a DVSC-nek, mindössze három ponttal lemaradva. Nem, hogy az első hely, szép lassan a feljutási pozíció, a feljutást érő pozíció is veszélybe kerülhet. Ducsai József játékvezető jön közben. Elbeszélget Várhidi Péterrel is, sőt, egy sárga lappal is megjutalmazza őt. Várhidi vállon veregeti. Sárga lappal kapott a vendégek vezetőjegyzője. Alig, ha nem reklamálásért kapta Várhidi is. Egyelőre sárgákkal jóval jobban állunk, mint a gólokkal. Abból még nem láttunk egyet sem. Kosicki, na ő neki sem nagyon volt dolga, csak nehogy megfázon ebben a hűvös tavaszi időben, és ebben a pillanatban le is fújja Ducsai József az első játékrészt. Hát a legelején volt inkább némi izgalom a mérkőzésnek, egy-két lehetősége a Kaposvárnak is volt, amikor el tudott szaladni, és végül is a pontos passzokon múlott, hogy nem lett helyzet a kontrákból. A Debrecen inkább beiverésekkel és rögzített játékhelyzetekkel veszélyeztetett, de olyan nagyon-nagyon nagy gólhelyzetre nem emlékszem vissza, és hát ennyiatt nem is lett gól végül az első félidőben. Egyelőre 45-47 percnyi játék után DVSC Kaposvár 0-0, innen folytatjuk.
No, a főszereplők már a pályán, sőt a játékvezető is, ami elengedhetetlen kellék a folytatáshoz. A debreceniek még gyorsan egy pót bemelegítést elvégeztek, és akkor meglátjuk, hogy a második félidőben tud-e bármiben előrelépni a DVSC a játékát illetően, hiszen annál, amit az első félidőben mutattak, több kell ahhoz, hogy ennek a Kaposvárnak gólt lőjenek. Mert hogy a Kaposvár egyelőre elég magabiztosan áll a lábán, alig-alig engedett lehetőséget a DVSC-nek az első félidőben. Sokkal gyorsabb, kreatívabb, fantáziadúsabb játékra lesz szüksége a Lokinak ahhoz, hogy be tudjon találni az egyébként idegenben nem túl acélos mérleggel bíró Kaposvárnak. 13 meccsen eddig 11 pontot szerzett a vendégegyüttes, mindössze 2 győzelemmel. És hát azért az is érdekes, hogy idén vendégként még nem szerzett gólt a Rákóczi a bajnokságban. De hát mondom, említettem, hogy azt mondta Váridi Péter, hogy nekik idegenben jó az X is, főleg a Debrecen otthonában. Nyilván a debreceniek kevésbé lennének elégedettek, ha csak egy pontot sikerülne begyűjteni a meccs végén. Bévárdi van közben munkában, de megoldja. Húzza, vonja az ellenfél, kap egy szabadrúgást Bévárdi. Anton Bizzilia volt nagyon harcos, és nem hagyta, hogy megforduljon a labdával Bévárdi Zsombor. Ményei kapja közben Kusnyírtól. Az első 15-20 percet leszámítva ott azért voltak gondok a védekezésben. Kusnyír baloldali védőként való szerepeltetése olyan nagyon eddig nem tűnik melléfogásnak. Szépen lassan megszokja ezt a posztot is, még ha jobb lábas is Kusnyír Erik. Bényei közben éppen Kusnyírt játsza meg. Bárány mozogna, Pintér hozza keresztbe inkább, Pintér jó lendületes megindulással, Varga József, Bévárdi. Most jöhet a beadás, elfejeli saját kapusa elől, Dvorsák, ha jól láttam. Farkas Balázs pedig már próbálja megtartani a labdát, Varga József szerzi vissza, de csak átmenetileg, aztán Bényei végül. Pintér. Ugye ő játszott Kaposváron kölcsönjátékosként, éppen akkor, mikor még NB1-es volt mind a két együttes, Varga József, Bévárdi. Jön egy újabb beadás, Tischlerhez nem jut el, Farkas Balázs megint a kifejelt labdával, és ezt is jól játsza meg végül is, Bizzilia indulna, nincs szabálytalanság, kinyik. Bényei. Bényei még, megint csak Bévárdi a jobb oldalon, lesz-e jó beadás végül, az hiányzik már a gólveszélyhez. Laposan ezúttal, ezt is kivágják a vendégek. Varga nem tud hozzáférni, Farkassal küzdenek, aztán végül is csak elfejeli Varga. Bényei. Pintér. Bárány felé, az nagyon hosszú, és nem is fér hozzá a labdához Bárány Donát, kikísérte Zsirai. Kaposvár egyébként eddig 7 győzelem, 10 döntetlen, 10 vereséggel áll, 31 pontot szereztek 27 forduló alatt, ami azért érdekes, mert ez fordulónként csak egy picivel több, mint egy pont, egészen pontosan 1,15 század. Jelen állás szerint ez is elég lehet a bennmaradáshoz. Egyébként a Csákvár 27 meccsen 27 pontot szerzett, tehát nekik pont fordulónként egy pont a mérlegük, de ezzel már a kiesést érő 18. helyen áll a Csákvár. Tehát ezek a századnyi pontok is sokat jelentenek már, ha ugye statisztikai alapon vesszük a dolgokat. Közben Tischler próbál kiugrani, és teszi középre, Gál Mátyásnak kell felszabadítani, de egyelőre nem tud. Pintérivel középre megint, ott a fejes, na ennek már csak néhány centi híja volt. Picivel maradt le róla Bárány a hosszún. Nagyon jó kis beadás volt ez Pintértől. Sem tudott annyira megnyúlni már a levegőben úszó Bárány, hogy ebből gól legyen. Viszont azért ez ezzel együtt is egy komoly gólszerzési lehetőség volt itt a 49. percben. A Kaposvár egy picit, mintha bemaradt volna az öltözőben. Egyelőre csak a Debrecennél a labda tulajdonképpen a második játék részben.
Kosicki. Húha, Pávkovics mögé. Szécsi tovább tudja vinni. Bárány viszi el az embert, Szécsi erőt, így megnyílik a terület. Jön Tisler, rossz a beadás, Szécsi másodszor is megpróbálja, másodszor is eltalálja Dvorsákot. Aztán végül Varga, Bényei nem lövi el, Pintér. Varga megy mögé, Pintér vezeti befelé, Pintér még három ember között is, nem jó a visszatett labda. Még Pintér megindulásaiban van leginkább veszély, de egyelőre az sem elég a gólhoz. Varga ívelése pontatlan, Bényei gyűjtheti be a kifejelt labdát, Bényei kereste a lövőhelyzetet vesztére, ezzel meg tud indulni a Kaposvár megint. Óriási üres terület Bidzilia előtt, Farkas, rossz passz. Kinyik oldja meg végül, de csak bedobásra tud menteni, marad a labda a Kaposvárnál. Azt említettem, hogy idegenben idén még nem rúgott gólt a Kaposvár, de úgy összességében is hadilában állnak a gólszerzéssel. 27 forduló alatt csak 28-szor találtak be, ugye a Debrecen 60-nyával vessük ezt össze. Úgyhogy alig több, mint egy gól per meccs. Nem véletlen, hogy csak a 14. helyen áll a vendégegyüttes. Gálivel keresztbe. Pintér ér hozzá, de így is eljut az ellenfélhez, sőt, ezzel meg lehet indulni. Éles szögből egy lövés, és nem sok híja. Wachtler kis híján megszerzi a vezetést a Kaposvárnak. Hát a meccs legnagyobb helyzete lett végül ebből, amit ott Bévárdék összeügyetlenkedtek megint. Bizony ez nem Kosickin múlt. Kis híján beakadt a hosszúba a lövés. Kinyik, Varga. Kusnyír. Pintér, Kusnyír megint. Pávkovics. Bényei lépne vissza a labdáért, Pávkovics inkább előrefelé nézeged. Bárány eljut hozzá, nem? De még hozzá tudott érni. Dvorsák fejeli el onnan. Farkas Balázs. Hadaró. Farkas megint. Gál Mátyás. Eddig szép játék, és ez még így jó lehet Farkasnak. Szűken tolta meg, és Pávkovics volt szabálytalan. Azért Farkas Balázs minden rutinjával igyekszik borsot törni egykori csapata orra alá. Jó helyen van nála a labda, még mindig az látszik. Dvorsák mutatja neki a játékvezető, hogy mozgott a labda, azért próbáljuk szabályosan elvégezni ezt a szabadrúgást. Zsirai. Hosszúnak tűnik az indítás. Ezzel együtt Wachtler kis híján befutja, kint volt már. Kinyik. Bévárdi. Bényei. Bévárdi. Megpattant előtte. Egy nagy bedobás. Kinyik fölött próbálják Balázs Zsoltot megkeresni. Farkas. Sarokkal finoman. Gál. Hadaró. Az pontatlan. Kinyik szerzi meg. Bárány. Bényei. Megy előtte Szécsi. Jön a labda is. Na most azért 5-6 debreceni játékos próbál támadni, ott a beadás, nem jutott el végül a túloldalon Pintérhez, Szécsi próbálhatja meg újból, Bényei mögötte, Bévárdi, Bényei, a beadásba belelépnek, dobás lesz belőle, körülményesen szövegeti a támadásokat a Debrecen, mire odaérnek, hogy be lehet adni a labdát, rendre megérkeznek a kaposvári védők, és belelépnek általában. Csak kreativitás, sebesség is hiányzik azért ebből a támadójátékból egyelőre. Kinyik. Három ember között jól, kinyik. Varga háta mögé, aztán visszakapja végül, kinyik az ellenféltől. Bárány, Szécsi, ebbe is belelépnek.
Mint egy gumifalról úgy jön vissza a labda, egyelőre a kaposvári védelemről, akár lövésről, akár beadásról van szó. És Bévárdi kombinálta túl, és akkor csere a vendégeknél. 14-essel Erdei Kárló Alex érkezik. A 24-es számú Anton Bidzilia helyére. Erdei Kárló is még a Balmazújváros NB1-es időszakából lehet esetleg ismerős. Ő is játszott akkoriban a másik, az akkor másik Hajdú-Bihari NB1-es együttesben. Azóta ugye teljesen más utat járt be a Balmazújváros. Közben egy visszatett labda Szécsi felé. Varga. Kinyik. És vissza Kosickihez. Eltelt a második fél időből is 10 perc, továbbra sincs gól, DVSC Kaposvár 0-0. És ugye ez biztos, hogy nem elég a Lokinak, úgyhogy várhatóan azért, ahogy telik az idő, próbálja majd fokozni a nyomást a hazai együttes. Akkor viszont lehet majd több terület a vendégek előtt is, Bévárdi közben, Tisler felé, nem fér hozzá Tisler, jön a kapus, és végül ott is hagyja neki Wachtler. Megint Farkasra ívelik föl. Nem tud hozzáérni sarokkal. Balázs Zsolt nem volt lesen ezek szerint. És ez így még jó. A frissiben beállt Erdei előtt a labda. Jön a beadás. Kusnyér. Bényei Varga Józsefhez. Ilyen megindulásokból biztos, hogy lesz még a kaposváriaktól. És megint egy jó passz híja volt igazából. Visszajut Kosickihez a labda megint. Ugye amivel számolni kell azért ebben a fordulóban, a Gyirmót, a Szegedet fogadja. Ezt azért szerintem kalkulálhatjuk 3 ponttal már, mint a Gyirmótnál. És akkor végképp nagyon feljöhet a Debrecen nyakára a Gyirmóti együttes a tabellán, ha így marad ez a mai meccs. Mondjuk a Vasasnak nem lesz olyan könnyű dolga ebben a fordulóban a nagyon masszív Szolnok otthonában. De a Vasas meg van olyan jó csapat, hogy azt is megoldja esetleg. Ugye a Szolnok is megverte a Debrecent tavasszal. Kusnyír. Jön a beadás, Tislernek magas. Ott a fejes is, egy komoly védés. Bárány próbálja még aztán rárúgni éleszögből. Hát ezt most Bánki kaparta ki valahogy. Szerintem ő maga sem tudja, hogy hogy ért oda. Szenzációs bravúr. Ez pedig már lejön a blokkról megint. A meccs eddigi legnagyobb helyzete, legalábbis ezen az oldalon, ugye a túloldalon is volt egy veszélyes lövés Wachtler részéről. Ilyen szempontból is kiegyenlített a meccs egyelőre. Az 58. percben jön a debreceniek szöglete a hosszúra, és kikanyarodott a labda, azt mutatja az asszisztens. Hát megvolt a lehetőség a vezetésre a Debrecennek. A fiatal Bánki kikaparta a labdát, 19 éves mindössze a vendégek kapusa, jelzem. Varga ugrik Gállal. Ez pedig Pintérnek nem jó már. Bánki megint. Labdaszerzés Pintértől, és Tisler felé a kiugratás, Tisler, de hát lassúbb, mint Dvorsák, könnyedén oldotta meg Dvorsák. Bényei kéri el a bedobást. Gállal a nyakán Bényei. A kapus üvölt egyet, szabálytalanság nem volt. Jöhet tehát a Kaposvár kirúgással. Pont például Bánkira utalva mondta azt
Várhidi Péter, hogy most bizonyíthatnak a fiatalok, megmutathatják, hogy hol tartanak egy élcsapattal, egy MB2-es élcsapattal szemben. Ugye Pogacsics helyére került be Bánki, egyébként védető már korábban is, kezdőként is akár. De ez az iménti bravúr azt mutatja, hogy tehetséges fiatalemberről van szó. Bárány nem megy a labdáért, mert lesen volt, Varga. Vivárdi. Vivárdi indul el megint. És a beadásba megint csak belelép Gál, aki rengeteget dolgozik egyébként a kaposváriak középpályáján. Na és jön Dzsuzsák Balázs, mert hogy komoly készülődés a Loki kispadjánál, beáll tehát. Dzsuzsák lepacsizik Várhidivel nagyon sportszerűen. Nézzük Bévárdi szögletét közben. Ebből sincs kapura fejelés. Bényei visszaemeli még hozzá jó helyre. Kinyik nem volt lesen. Kinyik fordul a kapuval szemben. Kinyik még. Szécsi eléri? El, és nem is volt lesen ezek szerint. Kinyik megint. Balla próbálna lőni. Varga, ezt is blokkolják a kaposváriak, és sikerül kivágni onnan a labdát. Kusnyér. Sokat várt Pintér. Így odaért Bartos, de kipattan róla a labda. Nem is egyet, rögtön kettőt cserélnek a debreceniek, nem csak Dzsuzsák, hanem Kalafat is beáll. A 17-es Bárány Donát helyére érkezik Dzsuzsák Balázs. Azért azt tudni kell, hogy Bárány még nincs 100%-os állapotban, ugye a hosszú sérülés, a hosszú kihagyás miatt. És Pintér helyére jön Kalafat. Pintér pedig jól mozgott. Csak hát ugye a Pintér helyére fog beállni Dzsuzsák oda a bal szélre, és Kalafat valószínűleg nem, Kalafat megy ki a szélre. Dzsuzsák pedig visszavontabb szerepkörben ennél fogva. De Tisler mögött tulajdonképpen. Na meglátjuk, hogy működik mindez. Dzsuzsák rögtön elkéri a labdát. Van egy jó fél órája még a Debrecennek. Bévárdi. Kinyik. Pávkovics. Kalafatnak is megvan az első labda érintése. Ajkán mutatkozott be, ugye, a Debrecenben. Nem egy szerencsés bemutatkozás volt. És nem is sok vizet zavart a mérkőzésen Kalafat Álmos, de hát ő is egy fiatal ember. 18 éves, 19. Dzsuzsák. Bényei. Vivárdi, a Szécsinek még jó, ott mit tud kezdeni vele, egy bedobást minden esetre összehozott, és most érezhetően próbál sebességet váltani a Debrecen, egy picit felpörgetni a játékot. Vivárdi, Varga, Dzsuzsák, lövőhelyzet, Dzsuzsáktól egyet még rajta, most lövi el, és Gál Mátyás érkezik megint, hogy blokkoljon, Varga, Szécsi, a beadás laposan, ez is kijön. Kinyik, viszont most már olyan nagyon arra nem futja ereje és energiája a Kaposvárnak, hogy meg is induljanak a kivágott labdákból. Egyelőre csak elrúgják, a Debrecen pedig rögtön vissza is szerzi. Tisler, nincs les, nincs, a visszatett labda pontatlan. Debreceni dobás jöhet. Előre felé most már nem tud cserélni a debreceni szakmai stáb, minden esetre támadó szellemű játékos nincs a kispadon. Ezekkel a labdarúgókkal kell megoldani a gólszerzést valahogy. Szécsi, Bévárdi. Bévárdi még. Vissza Kinyikhez. Lesz-e beadás. Tisler integet, hogy ő kaphatná. Kinyik még. Szécsinek nincs les. De megint kisodródik Szécsi. Ez pedig pontatlan. Bedobás. Barát, Pór, Haris és Szatmári maradt a debreceni kispadon. Szécsi. Kinyik. Ott van Dzsuzsák. Kinyik inkább hátrafelé. Bényei. Pávkovics. És egy picit ki tud jönni a Kaposvár. Levegőhöz jut, lélegzetvételhez jut a vendégegyüttes. Az utóbbi percekben azért komolyabb nyomás alatt volt a vendégek kapuja. Farkas Balázs egy labdaszerzést követően. Ez pedig Kalafatról ment ki. A vendégek jöhetnek tehát.
Bényei elől elhozzák, és jó az indítás, Kosicki jön ki, és kellett, hogy jöjjön. Balázs Zsolt elől takarított Tomás Kosicki jó ütemben. Megint egy jó váltás a jobb szélen, Farkas Balázs túl kombinálta. Kosickinek nagyon védeni valója nem volt, de ez, ahogy az imént kijött és takarított Balázs Zsolt elől, ez kulcsfontosságú volt. Ha egyel kicsivel rossz ütemben érkezik, akkor abból komolyabb probléma is lehetett volna. Kusnyír közben, Kalafat, Kusnyír. Kim volt a labda, a Kaposvár jöhet. Újabb bedobás. Egyébként azt még Kondás Eremér mondta a tavaszi szezon kezdetén, ugye akkor még ő volt az edző, hogy a hátralévő 17 bajnokiból, ami ugye a tavaszi szezont jellemzi, legalább 10-et meg kell nyerni a biztos osztályváltáshoz. Ugye lement 6 meccs, 2 győzelmet sikerült eddig abszolválni a Lokinak, mondjuk a szükséges 10-ből, ezek szerint 8-at még kellene, és ezen a meccsen kívül már csak 10 forduló van az NB2-ből, úgyhogy ha igazak Kondás Eremér számításai, akkor azért még lesznek itt izgalmak az NB2-es bajnokság végén. Hát most mondjuk az a kérdés, hogy hogy számol a Toldi Gábor Huszti Szabolcs edzőpáros. Egyelőre ezen a mai meccsen egy pont van kinézőben a Debrecennek. Bár azért még jócskán van a meccsből, még több, mint a második félidő fele. Fejes Balázs Zsolt felé, Kinyiknek kell figyelni. Kinyik, meg is oldja végül szépen, Bévárdi. Bévárdi gyorsítana rá. Szűken kapja Szécsi, de megoldja végül, Bényei, Dzsuzsák. Nagy a bal oldalon Kalafat, jön a labda is. Na nézzük, Kalafat álmos, Dzsuzsákhoz vissza, Dzsuzsák kapja. Jobbal is ellövi, nem passzol, Bévárdi, ő ellövi éleszögből, egy fél méter tévedett, de ebben legalább már volt fantázia ebben a támadásban, kellett ehhez Dzsuzsák passza, na meg az, hogy Bévárdi éleszögből is elvállalja. Ebből kellene sokkal több. Újabb cserére készül közben a Kaposvár, 10-es számmal bíró Dominik fog beállni, és ebben a pillanatban engedélyt is kap rá. Farkas Balást most cseréli le Várhidi Péter, elfáradt vélhetően Farkas, nem játszott rosszul egyébként, elsősorban a labdatartásban tudta segíteni most csapatát. Jöhet át a helyére bíró Dominik. Bényei fejeli vissza, Varga nem fér hozzá, Erdei, aztán Nagy Tamás, Bartos, két ember között Bartos, ő volt szabálytalan Kusnyírral szemben, ugye Kusnyír lenn is marad, ő a nem az a fajta, aki lenn marad, hogyha nem muszáj, nemrégiben ugye ő is sérülésből épült fel, még azt hiányozna a debrecenieknek, ha rásérülne Kusnyírelik. Már pedig alig-alig tud rálépni egyelőre a lábára Pávkovics. Ott látszik, hogy Kusnyír mutatja, hogy megsérült, és kirúgják a kaposváriak nagyon szimpatikusan. Kusnyír biceg le a pályáról, és mehet az ápoló személyzet. Na hát, ugye hiányzik onnan Ferenci, aki két meccses eltiltást kapott, tehát a következő fordulóban sem fog tudni játszani, Korhut még nem épült fel. A kényszerből bal bekket játszó Kusnyír nagyon úgy néz ki, hogy megsérül. Hát szaporodnak a gondjai a Huszti-Toldi edzőpárosnak. Pór Patrikot küldték el, hogy gyorsan melegítsen be. Kosicki közben a labdával.
Az ő szerepeltetése egyébként kérdés. Vajon arról van-e szó, hogy Grófnak adott egy kis pihenőt a szakmai stáb itt esetleg a nagy menetelésben és a fontos kupameccs előtt, vagy esetleg hibáztatták Gróf Dávidot is az ajkán kapott gólok miatt. Ezt tudom csak feltételezni. Ezzel együtt Tomasz Kosickinek a teljesítményével egyelőre nincs gond. Mondjuk olyan nagyon komoly kihívás elé nem állították még a kaposváriak. És Pór Patrik fog beállni a megsérülő Kusnyér helyére. Bényei. Hát Pór se nagyon játszott még bal bekket szerintem pályafutása során. Tartósan biztosan nem. Kényszerből előfordulhatott, hiszen eléggé univerzális védőjátékos Pór Patrik, miközben Szécsi szépen tovább, Bényei, rossz a visszatett labda. Szécsi, Bényei Ágoston, Bévárdi. Bévárdi tartja meg, kinyik. Dzsuzsák. Rég volt nála a labda, felborítják, Dzsuzsák pattan fel, aztán kap egy szabadrúgást végül. Nem is egy, rögtön kettő csere lesz a debrecenieknél. Kusnyír Erik helyére tehát érkezik Pór Patrik. Pór mutatja Kusnyírnak, hogy menjen le a túloldalon, az közelebb lett volna. Kénytelen így át kocogni a pályán a sérült lábával, és Bényei Ágoston a másik lecserélt játékos, a helyére pedig Haris érkezik. Öt csere után a Debrecen, a vendégeknél még csak négy változtatás volt, miközben Dzsuzsák készül szabadrúgáshoz, és már szabadrúgás kifelé. A 72. percben járunk időközben, vészesen fogy a debreceniek ideje. Szécsi szorul be két ember közé, nem is tudott hozzáférni a labdához, Varga annál inkább. Tisler. Tisler tartja még. Hadaró húzza vissza, megint Varga fejel. Valaki leveszi végül le. Bévárdi. Varga. Tislerre ível, Tisler mellel, Bévárdihoz. Szabálytalanság volt, de mutatja a játékvezető, hogy előnyszabály. Ott maradt a labda a Lokinál. Pávkovics, Pór Patrik, a balbek pozícióban, Haris, Szécsi, nem jut el Dzsuzsákhoz, és a kivágott labdára megint rástartolna Balázs Zsolt, de kinyik jó helyen, Haris, Pór, Haris megint, Szécsi, kinyik, Bévárdi. A labdabirtoklással nincs gond, ugye ezt harangozta be annak idején Toldi Gábor és Kuszti Szabolcs, hogy komoly labdabirtoklásra épülő játékot szeretnének látni a csapatuktól, csak hát a helyzetek kialakítása. Na majd most, ez a rossz beadás ezen nem segít. Pór Patrik ívelt jobbal középre. Egy bő negyed órája van a Debrecennek arra, hogy valahogy begyötörje a nagyon fontos gólt, ami 3 pontot érhet. Ez a 0-0 egyelőre 1 pontot ér, ezt ugye nem kell mondanom. Bánki kirúgása, Hadaró csúsztat, Bévárdi ér hozzá, Varga, Bévárdi, az is rossz. Szécsi próbál zavart okozni ott a vendégek védelmében, Bánki emeli ki, Hadaró, és letámad a Debrecen. Zsirai, Hadaró, el is adja, és Kalafat szerzi meg a labdát. Kalafat indul, aztán hosszal szökteti magát, Gál Mátyás cseni el a lábáról. Erdei, Pór Patrik munkában, ha már beállt, akkor dolgozzon. Kosicki vágja ki, méghozzá pontosan Pávkovics.
Pór. Kalafat. Eladja, és nincs les, viszont hosszú a labda. Bartos nem tudja már befutni. Kosickinek lenne sürgős, Kinyik kéri el tőle végül. Haris. Most már a labda kihozatalt is próbálna akadályozni a vendégcsapat. Immel ámmal legalábbis letámadott ott Erdei Kárló. Mélységindítás Kalafat felé. Gálmátyás visszaadja az ellenfélnek. Varga. Varga még. Tisler. Tisler fordul rá, és lő a felső lécről. Visszajön, és pont a kapus ölébe hull a labda. Na most ennek nagyjából már csak egy 10 centi híja volt. Ha lejjebb jön, akkor vezet a Debrecen. Így viszont óriási mákja volt Bánki Mártonnak, mert ráadásul pont oda hullott a lepattanó, kipattanó labda, ahol ő állt, és nem volt debreceni játékos a környéken. Haris. Ez a váratlan hiányzott eddig is a Debrecen játékából. Tisler gondolt egyet, és kapura fordult. Na nézzük Kalafatot közben. Ott a beadás, Szécsi, ez meg fölé megy. Nagyjából 6 méterről Kalafat szépen csinálta, és pontos volt a beadás. Szécsi nem is ugrott fel tulajdonképpen. Tehát erre azért nem mondanám, hogy túl magas volt. Rossz megoldást választott Szécsi Márk. És azt ő is tudja, mert mondja a magáét. Hadaró csúsztat. Bíró Dominiknek talán ez volt az első labda érintése, a csereként beállt 10-es számú kaposvári játékos. Kinyik, oda csúsznak neki, de előtte marad a labda, Haris kéri. Haris, Balázs Zsolt sanyargatná, Pávkovics. Kalafat. Lendületesen Kalafat. Az is jó még, nem. Varga mögé jön a passz. Bíró vágja ki. Elkapkodta ezt most. Dzsucsák. Haris. Kalafat. Felállt védelemmel szemben kell most ügyeskedni. Így nem. Erdei Kálló fordulhat. Dzsuzsák üldözi. Megtartja a labdát Erdei. Az viszont már nem jó bírónak. Bévárdi. Szécsi. Tisler. Varga megy mellette, Tisler még, Haris. Varga, megint Haris. Dzsuzsák. Varga, onnan már lassan lőni kéne. Varga teszi ki még tovább. Kalafat ballal, túl mélyen kijön Bánkiról, és a kipattanót megint bíró rúgja el. Haris. Most gondolom ezért nem fogja leszidni Váridi Péter, hogy ezt kirúgta onnan a kapuja előteréből. Szécsi, megvan a szabadrúgás. Hadaró nem ért egyet a játékvezetővel, aki most neki is elmagyarázza, hogy hogy is működik ez a reklamálás ebben a sportágban. Hadarónak még nem volt sárgája. Dzsuzsáknak pedig még nem volt szabadrúgás, amióta beállt, úgyhogy ebből akár még lehet is egy veszélyes pontrúgás. A 79. percben járunk már. Dzsuzsák kanyarítja, les. Veszély nem lett belőle. És ugye néhány másodperc... Bocsánat, hiány. Az utolsó 10 perchez érkezünk. Na jó, néhány másodperc is egy perc. Egész pontosan. Haris fejelt el, Dzsuzsák kapott egy rúgást a lábára. Gyorsan elvégzi a Debrecen, Szécsi.
Jön Bévárdi óriási lendülettel, Szécsi, csak hogy jön vissza bíró is. Haris. Huszti passza után, most már Huszti Szabolcs is hozzáért a labdához. Hát ha egy kis okosságot visz a játékba a labda érintése. Pávkovics. Hát az kétségtelen, hogy Huszti játékosként kiváló volt, edzőként még bizonyítania kell. Varga. Húha! Erdei csípte el ezt az átadást, még az a szerencséje Kinyiknek, hogy hosszan vette át Erdei Kárló. Haris indul meg. Szécsit megelőzik, Haris szerzi vissza. Kinyik. Varga József, Dzsuzsák, rágyorsít Dzsuzsák, lecsenik a lábáról, elcsenik a lábáról pontosabban Erdei. Kezezést reklamál, és a játékvezető hallgat is rá. Az utolsó 10 percben most már, és jelen pillanatban a Kaposvárnál a labda. Bíró Dominik, Bévárdival szemben, bíró, átlépős cselek, bíró még, megpróbálta kapura lőni onnan is. Van önbizalma. Kalafat, na ő most rágyorsíthat, üres terület előtte, hosszasan, Kalafat még, Dzsuzsáknak adja ott. Haris, de már visszarendeződik a Kaposvár, így aztán megint fel kell törni valahogy ezt a masszív védelmet. Kinyik Varga. Haris. Pór lopakodik a bal oldalon. Kalafát. Rossz a visszatett labda. És ezekre a kivágott labdákra kellene rástartolni a Balázs Zsoltnak, és lehetőleg egyszer magában valahogy elvinni Kosicki kapujáig. Ez nem nagyon tűnik megoldható feladatnak egyelőre. Dzsuzsák közben. A bal lábára Dzsuzsák. A bepassz nem jó. Bíró. Higgadts el a saját 16-osán. Bíró. Bíró még megpróbálja megkerülni Bévárdit. Pávkovics rúgja ki a lelátóra. És ezzel megint értékes másodperceket nyer a Kaposvár. Hát nyilván nem fogják elkapkodni a bedobást, Erdei. Hadaróval a váltás, Haris szerzi meg, Haris még. Varga. Dzsuzsák. Megy Pór, és megy a bal oldalon Kalafat megint. Pór robog mögötte, Kalafat vezetgeti még, most kapja Pór Patrik. Pór még. Szöglet. Hát az látszik, hogy olyan nagyon nem szeret a bal lábára cselezni Pór Patrik, hogy nehogy azzal kelljen beadni. De most egy szögletet össze tudott hozni ebből. És Dzsuzsák Balázs megy, hogy elvégezze. Ez már a 83. perc. Ott a fejes, és ott a gól! Végül nagy nehezen sikerül begyötörni. Tisztler Patrik fejesével vezet a Debrecen. És kellett ez egy nagyon jó Dzsuzsák szöglet. Ha másért nem, ezért mindenképpen érdemes volt beállítani Dzsuzsák Balázs, de hát nyilván ezt tudták Huszti Szabolcsék is, hogy ezt a betömörülő védelmet nehéz feltörni, a rögzített játékhelyzeteket meg kell becsülni ilyen szempontból, és egy jó beadás után Tisztler Patrik góljával megszerzi a vezetést a Debrecen. Úgy látszik, még bele is sérült is le, mert az orrát ápolták rövid ideig. Tisztler tehát a gólszerző. Na és akkor a Kaposvár a hátralévő pár percben megpróbál-e többet kockáztatni. Mondjuk miért ne tenni, hiszen most éppen, hogy 1-0-ra kapnak ki, vagy 2-re, adott esetben az tök mindegy.
kell próbálniuk gólt szerezni. Hát ha pont is lesz belőle. Ez egy szép sarkalás közben. Balázs Zsolt. Haris. Nehéz helyzetbe hozta magát. Így viszont megoldotta végül. Hát egy kiszenvedett győzelem lehet ebből, hogyha így marad, akkor is a debreceniek részéről. A 84. percig kellett várni a gólra. Azért azt tegyük hozzá, hogy ugye kényszerből is kellett cserélnie a debreceni edzőpárosnak. Elfogytak a baloldali védők például, és hát jobb bek se nagyon van. A támadó szekcióból pedig Bódi Ádám hiányzott ezen a mai meccsen is. Legalábbis az a Bódi Ádám, aki hozzá tud tenni kreativitásban a játékhoz. Erdei közben a labdával Kalafat üldözi, de már a kaposvári a labda korábbi szabálytalanság miatt. Bíró felé a hosszú indítás, Bíró viszont lesen. Kosicki? Nem. Visszaküldte őt. Huszti Szabol csak kapuba. Kinyik végzi el végül a szabadrugást. Haris két ember köz, Zsuzsák. Egy jó kényszerítővel. Három embert hagy maga mögött a Debrecen. Haris Attila. Pór megy a bal oldalon. Jön a passz is. Ballal a beadás. Aztán fejjel Pór. Kalafat még. Gál Mátyás szerez labdát. Zsuzsák szerzi vissza. Pór. Zsuzsák. Már integet középen Tisler, ez most nem volt jó beadás Zsuzsáktól. Pávkovics előzi meg Balázs Zsoltot. Aztán csak eljut Balázshoz, aki jól pörgeti tovább. Erdei mehet. Kinyik vele szemben Erdei. Sárga lap lesz. Nagyon jó ütemben tolta meg Kinyik mellett. Egyébként nagyjából ennyi volt ebben a támadásban, a legtöbbet kihozta belőle Erdei Kárló érzésem szerint. Két-három debreceni védővel kellett volna a nyakán begyalogolni a kapuba. Így viszont ebből lehet egy veszélyes beadás. A 88. percben járunk. 1-0-ás debreceni vezetésnél. Erdei végzi el, ha már kiharcolta. És nem is rossz, az ott a fejes, a felső lécről lejön, és a kipattanót sem sikerül bepasszírozni. Hú, mit úszott meg most a Debrecen. Teljesen üresen érkezik a fejes, és aztán utána a kipattanónál mondjuk nagyon, nagyon sok idő nem volt lereagálni a helyzetet. Hát ez most óriási mázli. Debreceni részről is komoly bal szerencse a vendégek részéről. Kis hián kiegyenlített a Kaposvár. Kinyik. Szécsi. Jól fordul Zsuzsák mellette, és ott van a bal oldalon Kalafatis, Szécsi még. Szécsi most Zsuzsákhoz, Zsuzsák veszi át. Zsuzsák éleszögből lejön a blokkról, Kalafat még begyűjti. Aztán ballal középre, Bánki húzza le. Van még szűk két perc a rendes játékidőből is, és lesz két-három perc hosszabbítás. Van egy jó öt percünk még. Kinyik. Egy picit felpörög a meccs. Ezt még szívesen néznénk. Haris kapja, eléggé csímbe, nem is tudja megtartani, Erdei. Pór Patrik lökte hátulról, kap egy szabadrugást. És aztán ő vele is elbeszélgett a játékvezető, hogyha már egyszer megkapta a szabadrúgást, akkor ne reklamáljon tovább. Hát komoly a fegyelem egyébként, itt Ducsai József dirigálása mellett a pályán. Előre húzódott most már Dvorsák is ezekre a feléverésekre. Hát, ha le tud fejelni egy-két labdát, Varga lendületből, Varga remekül oldja meg, Varga még.
megy mellette Dzsuzsák, jön Kalafata balján, Dzsuzsák lövő helyzetben, Dzsuzsák lő, gól! Dzsuzsák Balázs megszerzi első gólját a DVSC színeiben, és ezzel lezárja ezt a mai mérkőzést. Hát Dzsuzsák Balázst ott 16-18 méterről nem szabad hagyni lőni, mert akkor ez a vége. Tehát ezt szerintem nem kellett külön elmondani a kaposvári védőknek, ezzel együtt is belehibáznak a vendégek, akiknek most már ugye ki kellett élni így a meccs végére. Törvényszerű volt, hogy ha nagyobb területe lesz a Debrecennek, akkor azért könnyebben oda kerül a lövőhelyzetbe. Megvan tehát Dzsuzsák első gólja, gólpasszból már egy tucat van neki, de ne feledjük, hogy ma is adott egy gólpaszt Tischlernek. És ezzel végül is magabiztos győzelem lesz ebből, de hát hozzá kell tenni, hogy a 84. percig még döntetlen volt az állás. Két perc hosszabbítás lesz közben, ezt is bemutatják. Erdei. Por. Megpróbálná kiengedni, csak a labda nem akar kigurulni. Por Patrik még nehéz helyzetben most a saját magát, aztán szerencséje volt végül, hogy visszapattant hozzá. Varga. Por. És ugye ne feledjük, kellett Varga remek megindulása ahhoz, a gólhoz, amit Dzsuzsák Balázs szerzett. Végül is Varga adta a gólpaszt. Nagy le tudja csúsztatni ezúttal. Vagyis dvorság volt az, bocsánat. De bíró már nem fért hozzá a labdához. Szécsi. Őt meg Hadaró tartotta távol, aztán Tischler is lepattan róla. Gál. Hát a túloldalra. Jön az ívelés. Szécsi. Ugye Nagy Tamás fejesénél a felső lécről jött le a labda. Kis hián egyenlített a Kaposvár, és ugye ez a futball törvényszerűsége, hogy pár perccel később Dzsuzsák gól tudott lőni, és megduplázta csapata előnyét. A kihagyott helyzetre góllal válaszolt, tehát a Debrecen. Kinyik. Pávkovics, Por, Dzsuzsák. És hogyha erre ránéznek, erre az eredményre utólag, akkor úgy tűnik, hogy végül is egy sima 2-0-val lehozta a kötelező győzelmet a Debrecen, de nagyon meg kellett ezért szenvedni a Lokinak. És ezzel tisztában vannak maguk a debreceniek is. És ez most már múlt idő, mert hogy jelen pillanatban lefújja Ducsai József a mérkőzést. A Loki tehát, ha nehezen is, de hozta végül a kötelező győzelmet a Kaposvár ellen, Tischler, illetve Dzsuzsák Balázs góljaival 2-0-ra megnyerte a mérkőzést, és készülhet a szerdai kupafordulóra, az MTK elleni negyeddöntőre, aztán a bajnokság folytatására. Sűrű tehát továbbra is a program, ráadásul több lett a sérült, úgy kijelenthető, hogy könnyebb nem lett a Huszti-Toldi edző páros dolga, de ez a mai meccs megvan. A végeredménye búcsúzom, Debrecen-Kaposvár 2-0.